Isten tiszteletünket a 338. énekkel kezdjük. A 338. éneknek az első három verszakát fogjuk énekelni. Leszáll az alkony, esteredik. S fennragyog mégis egy csodás nap. S én fényzőmben áll a kereszt, a kegyelem, mely életet ad. A hegyormon zengnek a kürtök, alkonyban így örök a hajnal. Velünk van már az élet ura, kik telő vannak jajjal, bajjal. Emmaus felé, hogyha megyünk, az, hogy az alkony lassan ránk borul. A sírunk, szemünk tele könnyel, ő odajön mellénk, vigaszul. Bejön házunkba ismeretlen, megtöri nékünk a kenyeret. Sebhelyes kézzel felénk nyújtja az új, győzelmes életet. Angyali ének ütemére, száll életünkből minden óra. Szóljunk mi is, maradj velünk, mert megérkeztünk Emmausba. Ünnep Isten tiszteletünkön, hadd köszöntsek titeket, úgy, ahogy a Pál apostol köszöntötte az övéit. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves diákok és kollégák, most valaki elétek adná annak a lehetőségét, hogy teljesen tiszta lappal induljatok, elfogadnátok-e?
Ha minden eddigi tetteteknek a súlya, az életetekre gyakorolt hatása, azt, hogy hogyan tekintenek rátok, és mi a rólatok kialakult kép, teljesen újra tiszta lehetne, ha előről kezdhetnétek, akkor elfogadnátok-e. A dolgok, amiket megbántatok, amikről úgy gondoljátok, hogy már soha nem lehet jóvá tenni, és hogy a bűntudatnak örökké ott kell lenni veletek. Lehet, hogy már most is van ilyen az életetekben, lehet, hogy majd csak idővel lesz. De el akarnátok-e fogadni ezt a tiszta lapot és az új lehetőséget? Mert hogyha nagyon röviden kell összefoglalni azt, hogy mi is a húsvétnek a lényege, akkor ez Jézus keresztáldozatának és feltámadásának hála egy teljesen tiszta lappal kezdhetünk Isten előtt, és ebből kifolyólag önmagunk előtt is. És ebből következik minden más, az örök élet, a bűnbocsánat, az, hogy már itt a Földön új életünk lehet. És egy feltétele van ennek az egésznek, az, hogy az embernek el kell ezt fogadni. Hinnie kell benne, és ki kell, hogy tudja mondani azt, hogy Jézus Krisztus meghalt, értem és a bűneimért, de feltámadt. És hát érthető ez a kitétel, mert hogyha én magam nem hiszem, hogy ez valóban megtörtént, értem, akkor hiába állítom én, hogy új esélyem van meg, hogy tiszta lapon van Istennél, hogyha én magam sem hiszem el. Ma ezen a húsvét istentiszteleten nézzük meg pont ezt a részét a húsvétben. Azt, ami a hitről szól. Különösképpen is azt, hogy hogyan fogadták a tanítványok Jézusnak a feltámadását. Hiszen számunkra is ez az egyik legnagyobb kérdés így húsvétkor, hogy képes vagyok elfogadni Jézus feltámadását, és annak a tényét, hogy mindez Isten akaratából egyen-egyenként értem történt. Három különböző embernek a reakcióját és a hitét fogjuk ma megismerni, három különböző tanítványét. A húsvéti örömhírt, evangéliumot ma János könyvéből, annak is a 20. fejezetéből, válogatott versekből fogom felolvasni, részenként majd, amikor épp oda jutunk. Az első az így szól. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplet ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepletnél fekszik, hanem külön, összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Túl vagyunk a nagypénteknek a szomorúságán, a nagyszombatnak a csöngjén a történetben, és a tanítványok rendesen meg akarják adni a végkegyeletet Jézusnak. Ezért Mária megy, hogy elvégezze az ilyenkor szokásos szertartásokat. Látta, hogy valami nincs rendben, ezért rögtön futott is az apostolok után, hogy együtt nézzék meg, mi történhetett. Futnak a tanítványok, halljuk, hogy milyen verseny zajlik köztük, mégis a lényeg akkor történik, amikor a szeretett tanítvány, János, bemegy a sírba és látja, hogy az üres, az összehajtott lepleket, amiből a testet takarták le, az ott van összegöngyölítve, és az, hogy egyszerűen látja, hogy nincs ott Jézusnak a teste, az már elég arra, hogy hinni tudjon. Az, hogy nincs ott Jézusnak a teste, az már elég számára ahhoz, hogy lássa, higgye, hogy Jézus feltámadt. Pedig nem volt mindennapos akkoriban sem az, hogy valaki feltámadjon, sőt, de mégis Jánosnak elég annyi ahhoz, hogy higgyen, hogy meglátja az üres sírt. Valaminek már a hiánya is elég ahhoz, hogy képes legyen elhinni Jézusnak a feltámadását. Összeállnak benne a dolgok, eszébe jutnak azok az ígéretek, azok a szavak, amiket Jézus mondott, arról, hogy meg kell halnia, de majd fel fog támadni, és az, hogy nincs ott a sírban, az már elég neki ahhoz, hogy higgyen. Elég neki az, hogy ki tudja mondani azt, hogy hiszek. És én hiszem azt, hogy vannak ilyen helyzetek a mi életünkben is.
amikor nem is kell, hogy valami megtörténjen ahhoz, hogy azt mondhassuk, hiszem, hogy az Istennek volt az akarata. Egy-egy dolog, ami nem következett be, talán épp azért, mert megóvott tőle Isten. Egy olyan üzenet vagy gondolat tőle, ami nem is arról szól, hogy valami történni fog, hanem egyszerűen, aminek a végére csak felmerül bennem, az a sugallat, az a gondolat, hogy mi van, ha ez az egész Isten dolog tényleg igaz. Talán ti is tudtok ilyen példát mondani a saját életetekből, amikor egyszerűen csak tudtátok azt, hogy ez most lényeges, ez a gondolat, ez az érzés, ez most fontos. Amikor nem is tudtátok mihez kötni feltétlenül valamilyen történéshez, eseményhez vagy szóhoz, hanem egyszerűen csak megjelent bennetek. Én hiszem, hogy ez a Szentléleknek a munkája, és hiszem, hogy ahogyan átélte ezt János, átélhetjük mi is. Átélhetjük húsvétkor, meg átélhetjük napról napra. És ott volt Magdalé Mária is, ami nem az üres sír hatására kezdett el hinni, hanem amikor meglátta Jézust. Így írja le a Szentírás. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt, az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá, Uram, te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevét szólította, Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá hébelül, Rabbuni, ami azt jelenti, Mester. Elment a Magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és ő ezeket mondta neki. Nem arról van szó ebben a történetben, hogy Mária kevésbé hitt volna, mint János. Egyszerűen más ember volt, másra volt szüksége. Arra volt szüksége, hogy lássa a feltámadott Urat, lássa a feltámadott Jézust. Jézus pedig válaszolt erre. Lehetőséget adott neki arra, hogy lássa őt. És hiszem, hogy nekünk is vannak ilyen pillanataim, amikor azt kérdezzük, hogy miért nem láthatjuk egyszerűen csak szemtől szembe Jézust. Annyival egyszerűbb lenne. Annyival könnyebb lenne tényleg hinni benne, hogyha megjelenne előttünk és láthatnánk szemtől szembe. És azért, hogy belemennénk abba, hogy tényleg egyszerű lenne, én hiszem azt, hogy észrevehetjük és láthatjuk Jézust az életünkben. Amikor az ember képes végignézni az életén és látni azt, hogy hol cselekedett az Isten, hogy mi volt az a pillanat, amikor én is idézőjelesen láthattam őt. Azt, ahogyan cselekedett és munkálkodott az életemben, ahogyan megóvott valamitől, ahogyan lehetőséget adott valamire, ahogyan szólt hozzám, akár egy ágytaton, akár egy másik emberen, egy baráti beszélgetésen keresztül. De egyszerűen bármi olyan dologgal, aminek következménye lett az életemben nézve. Amikor valaki egy nagyon-nagyon mély szakadékból húzott fel, amikor valaki kiutat mutatott, akkor, amikor elöntött a bánat. Amikor nem hittem, hogy van ebből kiút, vagy nem hittem, hogy van most remény, de mégis volt. Én hiszem azt, hogy ezek is Istennek a munkálkodásai az életünkben, amin keresztül nem csak segíteni akar, de meg is mutatni magát. Hogy tudjuk azt mondani, hogy itt Jézus cselekedett, itt Isten cselekedett az életemben, itt ott volt, és itt láthattam őt. Gondoljátok végig azokat a dolgokat, amik történtek veletek, és én hiszem, hogy találni fogtok ilyen eseket. Amikor tudjátok azt mondani, hogy itt ez Isten volt, mert más nem lehet elképzelni, hogy hogy történhetett az, hogy ilyen mély vödörből, ilyen nehéz helyzetből, ilyen nagy tragédiából én előtt tudjak jönni. De volt olyan tanítvány, akinek ugye ez sem volt elég. Így ír róla a Szentírás. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikelnek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat, ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet.
Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldog, akik nem látnak, és hisznek. Így gyorsan ráragasztották Tamásra a hitetlen jelzőt, pedig ha őszinték akarunk lenni, legfőképp magunkkal, akkor valahol nagyon emberi az ő reakciója is. És milyen érdekes az, hogy Jézus nem elítéli. Nem azt mondja, hogy ennyi-bennyi, miért nem hittél nekem, vagy miért nem hittél a tanítványoknak, akikkel annyi mindent átéltetek együtt, annyi csodát láttatok. Egyszerűen csak kijelenti azt, hogy boldog az, ugye a boldogságban, elég sokat beszélgettünk boldog mondásunkkal kapcsolatban, hogy boldog az, akinek nem kell ilyesfajta bizonyíték is ahhoz, hogy hittjen. De mégis, amikor Tamásnak erre van szüksége, akkor Isten megadja neki ezt is. És én hiszem azt, hogy nekünk is meg akarja adni. És persze nem az alkudozásainkról van itt szó. Ha tényleg létezel, akkor legyen ötös a dolgozatom, vagy add meg nekem ezt, vagy add meg nekem azt. Vagy mutass valamilyen óriási csodás jelet. Hanem arról, hogy amikor őszintén keresem az Urat, és őszintén kiálltok hozzá, hogy mutassa meg magát valahogy, akkor arra lesz válasz adva. Én hiszem azt, hogy ha tényleg válaszokat keresek, Isten megadja azt. Megvannak erre a csodás eszközei, és megvan a hatalma, hogy megtegye. De azt tényleg válaszokat kell keresnem. Nem egy a szívemben már elkönyvelt megoldásra kell a bizonyítékot keresni, hogy hát Isten úgy se létezik, hanem azt kell mondanom, hogy jó, én meg akarlak látni téged. Én azt akarom, hogy tényleg légy része az életemben. És hiszem azt, hogyha így keresi Istent az ember, akkor megtalálhatja a válaszát. Összefoglalva, minden tanítványnak úgy mutatta meg magát Jézus, ahogyan nekik arra szükségük volt, ahhoz, hogy higgyenek a feltámadásában. És az azóta sem változott. Isten egy célja az, hogy megismerd őt, az, hogy higgy. Ez pedig nem rest ahhoz, hogy úgy mutassa meg magát, ahogyan arra neked szükséged van. Ha kell, akkor valaminek pont a hiányában. Ha kell, akkor önmagával, de ha kell, akkor egészen konkrét jelekkel. Isten képes válaszolni arra, hogy amit te keresed a hitedet, és választ akar adni arra, hogy kutatod őt. Épp ezért keresd és kutasd, hogy tudjon mire válaszolni. Mert hogy ezért halt meg, erről szól húsvét, hogy erre legyen esélyed, hogy megtalálhat őt. Ezért halt meg kereszten, ezért támad fel. Érted halt meg, érted támad fel, és neked akar új életet adni most itt, ezen a földön. Személyesen neked. Erről szól a húsvét. Adja az Úr, hogy hinni tudjunk benne. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyi Atyánk, te látod azt, hogy hogyan keresünk téged. Hogyan tekintünk az ünnepekre is, például a húsvétre, hogy valahogyan megtaláljunk benne téged. Te ismersz bennünket a legjobban. Te látod azt, hogy hogyan keresünk téged, hogy mik a kérdéseink, mik azok a dolgok, amikre választ akarunk adni, mik azok a dolgok, aminek hinni tudunk. Könyörgünk most a szent lelkedért, hogy így mutasd meg magadat nekünk. Hogy megérthessük a húsvétot, megérthessük a húsvétnek az üzenetét, azt, hogy te önmagadat adtad azért, hogy nekünk esélyünk legyen egy Istenhez tartozó élethez. Hogy te önmagadat adtad a bűneinket, azért, hogy nekünk itt már a Földön is új életünk legyen, de odaát is bűnbocsánat és örök élet várhasson el. Így könyörgünk most, hogy hadd tudjuk ezt megélni, hadd tudjuk ezt ünnepelni húsvétkor. Hadd tudjuk ezt a hétköznapokba is továbbvinni, és hadd tudjunk úgy nekiindulni majd a hétköznapjainknak, hogy tudjuk jól, te önmagadat adtad értünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg kérésünket. Ámen. Imádkozunk az Úrtól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Fogadjuk Istenünk áldását. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy a kisszőrben ne elvesse, hanem örök élete legyen. Ámen.
Áldás békésség.